És akkor vége. Még kerek egy perc van. Nem, mert biztos nehogy beleszaladjunk a 72 órába. És akkor ha gondoljátok, akkor tényleg csinálunk egy ilyen kisebb megnyitót. Józsi! Bár sokan elmentek szórólapozni, de nem olyan nagy baj ez, hogy ők elmentek. Kriszta, gyere, hogy akkor téged is bemutatnának, hogy te leszel, aki végig csinálja ezt a dolgot. Hát nekem is rád mutatok, hogy te vagy az, jó? Jó, az elég lesz. Na. Hát akkor eljött az idő ahhoz, hogy megkezdjük az éhségsztrájkot. Ugye az előbb még bekaptam néhány falatot. Eljött a 16 óra, 72 órán keresztül Kollár Krisztinával és én magam egész biztos, hogy éhezni fogunk itt. Csak tiszta vizet fogunk inni, és ez idő alatt, ha kibírjuk, akkor nem fogunk aludni sem. Mindezt azért, mert nagyon sok ember éhezik a devizahitel miatt, és rengeteg ember nem tud aludni a zaklatások miatt, és azért, mert azt nem tudja eldönteni, hogy a gyereknek vegyen banánt, vagy a devizahitelét fizesse be. Tehát ezt próbáljuk jelképezni. Azon a helyen, ahol a Magyarországgyűlés elnöke lakik, próbáltuk már a munkahelyén ezerszer, próbáltuk már a kormánynak a munkahelyén, a képviselők munkahelyén, a képviselői irodaháznál, próbáltuk már levélben, e-mailben, petíciókkal, bármi egyébben, nem értük el azt az eredményt, amiért itt jövünk. A fő követelésünk az, hogy a véglehajtásokat és a kilakoltatásokat állítsák meg, hiszen a kúria döntés alapján bebizonyosodott, hogy ezek a szerződések törvénytelenek, akinek ma vonják a fizetését a végrehajtás során, azok mind-mind törvénytelenül teszik, hiszen egy olyan szerződésre, ami érvénytelen, nem lehet jogot alapítani, ezek pedig mégiscsak tesznek ilyeneket, és van rengeteg ember, aki egyedül nem tud ezzel ellen fellépni. Nekünk ugye a napunkban felfüggesztett a Ráckevei Járásbíróság a saját végrehajtási eljárásunkat, mai napon megkaptuk azt a levelet is, hogy most már a munkahely sem vonhatja a fizetésünket, de ezt azért tudtuk megtenni, mert egy éve bújom a jogot, és egy év alatt annyira kitanultam, hogy be tudtam adni egyedül egy olyan végrehajtás megszüntető keresletet, ami alapján a bíróság ezt megtette. Az emberek nagy része, én azt gondolom, hogy erre nem képes, mert munka mellett nem tudja kitanulni, pénze már nincs jogászra, hogy ezt be tudja adni, ezeknek az embereknek központi segítségre van szükség, központi segítség pedig vagy a kormány lehet, vagy a parlament. Mi most éppen a parlamentet választottuk, mindenkihez nem tudtunk mi magunk ketten elmenni, ezért az elnöknek a házánál tesszük ezt meg, és azt szeretnénk, hogy az országban ezt több helyen kövessék a példánkat, mindenki menjen el a saját képviselőjének a házához, csináljon rövid vagy hosszabb demonstrációkat, és követelje azt, hogy lépjenek fel a végrehajtások és kilakoltatások megállítása érdekében. Úgyhogy akkor mostantól meg is kezdjük. Köszönöm szépen, és várjuk a szimpatizánsokat, akik ígérték, hogy jönnek majd. Jó, akkor még annyi van, hogy az éhségsztrájkról, tehát ha valaki jön, akkor az éhségsztrájkról, hogy mit tudjon, ezt ide től fogjuk lógatni. Itt van az, hogyha jönnek érdeklődők, miért pont ennél a háznál, ez röviden le van írva, amit elmondtam, illetve egy házi rend, ez nagyon fontos, ezt mindenkinek mondom, hogy nagyon fontos, hogy a ház előtti része, ami az úton túl van, ott nem lehet demonstrálni, az egy gyakorlatilag magánterületté van nyilvánítva, területfoglalási engedélye van az országgyűlési őrségnek. A program ugye, hogy most indultunk 4 órakor, 72 órán keresztül, elsősorban csendes éhségsztrájk, tehát csendesen akik jönnek, azokkal beszélgetünk, nem kiabálunk, nem lobogtatunk, nem ragasztunk plakátokat a házelnök házára. Ez most nem fog előfordulni, ezt már megtettük, ez nagyon jól ütött ki. Ha valaki éhezik, senkit ne beszéljünk rá és ne beszéljünk le róla, tehát ha szimpatizálnak, akkor jöjjenek és ezt tegyék meg velünk. Aki viszont már nem bírja, vagy úgy érzi, hogy rosszul van, az menjen, van vérnyomásmérőnk nálunk, úgy tudom, valaki hozott vércukorszintmérőt is, és hogyha valakinek szüksége van orvosi ellátásra, akkor azonnal hívunk orvost is. Parkolás, ha valaki jön, kérem, hogy mindig mondjátok el, hogy olyan helyen parkoljon, hogy kapubeállókat ne foglaljon el, és az útnak valamelyik szélén, hogy bőven elférjenek az autók. Nem az a célunk, hogy a szomszédokat vagy az itt lakókat bosszantsuk, az a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, amiért jöttünk. Teszünk ki szemetes zsákokat, a PET palackokat külön gyűjtjük természetesen, és az egyéb szemeteket pedig máshova fogjuk eltenni. WC-t pedig a környező presszokban, benzinkúton és ilyen helyen lehet elrendezni.
és csütörtökön 16 órára pedig várjuk azokat, akik szimpatizáltak azzal, amit csináltunk, és ha kellő létszám összejön, akkor pedig hangosan fogjuk követelni együtt a végrehajtások és kilakoltatások leállítását. Ez a házirend, és tettem ki még egy anyagot, ami ma jelent meg a pénzügyi ismeretterjesztő és érdekképviseleti egyesület honlapján, ami ugye arról szól, hogy a kúria ítélete több százezer forinttal károsítja meg a devizahiteleseket, tehát az, hogy ez az ítélet mégsem volt annyira jó, hiszen rengeteg perköltség is szakadhat az embereknek a nyakába, szabadulni akarnak ettől. Ezt érdemes majd itt megmutatni az embereknek, lehet, hogy még nem látták. Ezeket mind ide föl fogjuk lógatni. Ha valaki elolvasta, akkor tegye vissza, mert nagyon sokat erről nem hoztunk. Vannak szórólapjaink, és azokat pedig lehet osztogatni az érdeklődőknek. Mennyien vesz?